Sziasztok, én Kamillé vagyok, és üdvözöllek benneteket ebben a mai videóban. A mai videóban egy nagy vásárlós szisztémát terveztem, ugyanis dupla SC volt ma, és bevásároltam egy kicsit. Úgyhogy fogunk venni néhány pacit, szetteket, körülnézünk hajakat is, meg sminkeket is szeretnék venni, úgyhogy meglátjuk majd, hogy mi lesz belőle. Úgyhogy tartsatok velem! Nos, először itt is vagyunk Veldélben, ugyanis itt vannak a drágalátos ardenni pacikák, akiket én nagyon szeretek. Bejöttek a játékba, akkor megvettem belőlük kettőt. Igazából megvan nekem ő, illetve ő. Viszont annyira tetszenek, hogy muszáj még vennem belőlük. Úgyhogy ő az egyik kiszemeltem. Ő, illetve még nem tudom, hogy lehet, hogy ő is velünk jön majd. Egyelőre megveszem őt. Úgyhogy nézek neki valami jó nevet. Na, és választottam neki, ő lesz Wolfi. Ezeket majd később eldöntöm szerintem, viszont most őt meg is vesszük. Nos, egy gyors vágás után vissza is tértem, ugyanis átállítottam a játékot oroszra. Na most én oroszul tanulok, és imádom a nyelvet, úgyhogy régebben már neveztem el lovaimat oroszul, viszont úgy gondoltam, hogyha őt megveszem, akkor én neki orosz nevet fogok adni, úgyhogy keresek neki valami cuki nevet. Na, meg is vagyok. Azt a nevet választottam neki, hogy hűséges barát, úgyhogy szerintem ez aranyos neki egyébként, úgyhogy meg is veszem. Nos, a következő áldozatunk az nem más, mint egy holland melegvérű, ugyanis szerintem csak ez az egy van meg nekem. Igen, csak ez az egy van meg nekem. És nagyon tetszenek, jobban, mint gondoltam, úgyhogy kinéztem magamnak őt. Hát, ő se utolsó egyébként, de az egyik Morganomnak is hasonló a színe. Nagyon kis cukik. Egyelőre őt fogom megvenni. Aztán majd meglátjuk a későbbiekben. Úgyhogy most neki is keresek valami jó kis orosz nevet. Nos, sikerült neki választanom egy olyan nevet, hogy éjszakai félhold, vagy valami hasonló fordítása van, úgyhogy meg is vesszük. És megérkeztünk a Starshine Farmra, itt pedig be fogunk zsebelni egy Mustangot, illetve egy Appaloozát. Úgyhogy kezdjük a Mustanggal.
Úgy néztem ki magamnak, nagyon aranyos. Amikor bejöttek a Mustangok a játékba, akkor én lemaradtam valamiért róluk, és egyetlen Mustangom sincsen új. Úgyhogy veszünk is egyet. Ő is nagyon aranyos egyébként, de azt hiszem az egyik talán Appalózám, aki, vagy Paint Horse-om, aki ugyanígy néz ki, de azt hiszem Appalóza. Na, akkor legyen ő. És akkor választok nevet. Nos, ki is választottam, ő lesz Bájos Ló, úgyhogy megveszem. Na, és akkor, ha már itt vagyunk, akkor őt is megvesszük. Ha már itt díszeleg, igazából ugye a múltkori videóban a kis karakteremre 5 vettem meg. És mondtam, hogy meg fogom hagyni 5, mert nagyon megtetszett. Úgyhogy most velem jön. Nos, az ő neve Havas Zafír lett. Szerintem tökre illik rá. Nos, a következő pacink pedig egy Pasofino lesz. Ugyanis nagyon megtetszett nekem az új SSOS borítókép alapján ez a jószág. Úgyhogy, úristen, mennyi vannak. Te jó ég. Ő megvan nekem, meg ő is. Wow! Ő is nagyon kis cuki. Szerintem most ő jön velünk. Ja igen, ő is megvan. Ő jön velünk. Megnézem a sorényt. Mert lehet, hogy átváltoztatom neki. Ugye a borítóképen ilyen kis bebogyózott volt. És nekem ez tetszett nagyon, viszont lehet, hogy befonjuk. A farkincáján az nem változtat. Akkor meghagyom neki így. Jaj, de aranyos. Akkor kap egy ilyen kis bebogyózást itt elő. És akkor választok neki nevet. Na, ki is választottuk a nevét, úgyhogy jöhet is. Nos, itt vagyunk az eventen, ami ugye most jött be szerdán a játékba. És hát kaptunk pár leértékelt nyíltházas paciket, úgyhogy én kinéztem magamnak ezt a két luzitánt. Úgyhogy ők jönnek velem.
Na, igen, tehát megpróbálok szerezni nekik valami nevet, ami hát így én párosni, vagy nem tudom. És így megnézem, hogy mit találok. Most találtam egyet, hogy Grey Girl, úgyhogy egy kanca lesz. És a másikat pedig Chestnut Boynak fogom elnevezni. És legalább ennyi úgymond közös lesz bennük, hogy a színük alapján neveztem őket el. Chestnut és Boy. Nos, akkor ő pedig Tudor lesz. Nos, elérkeztünk a lovak szempontjából az utolsó helyszínünkre, ami nem más, mint itt a régi piac. Hát igazából egy frizzt mindenféleképpen szeretnék venni. Illetve nem tudom, tehát majdnem az összes Mustang megvan nekem. Őt nagyon szerettem volna megvenni, viszont eléggé hasonlít az appos sima szürke Mustangra, úgyhogy szerintem ez a Mustang most itt jó helyen van, majd hogyha esetleg arra kerülne a sor, hogy őket kivennék, akkor majd vásárolunk belőlük. Nos, akkor nem ő, hanem akkor itt lesz. Igen, nos, őt szeretném megvenni, mert nem tetszett nekem eddig nagyon, viszont valamiért így hirtelen nagyon bejön, úgyhogy 5000 C-be kerül, ugye mivel második generációs, úgyhogy választok neki is valami nevet. Nos, meg is vagyunk. Igazából nem tudom, miért van itt csődör állítva, de ha a játék ennyire szeretné, akkor legyen csődör. Ezeknek nincsen egyébként semmi jelentősége, de ha már itt van, akkor szerintem beállítom őt a felnőttre. Nos, és akkor egyébként a Star Stable databázisen láttam, hogy még van egy, az a szürkés, fehéres appalóza. Nem tudom, hogy paint volt appalóza vagy kvartár, mert ugye egy modellek voltak. Viszont azt írta a databázisen, hogy az még elérhető, viszont hát itt nem igazán látom, úgyhogy írjátok meg, hogy szerintetek miért írta azt az oldal, meg hát azokat a modelleket már kivették a játékból, pedig egyébként beszereztem volna őt még. Többire nem írta, de arra az egy darab színre azt írta, hogy még itt van, lehet, hogy csak nem frissítették az oldalt, vagy valami hasonló. Na, most ez a Shire. Imádom a Shire-öket egyébként. Nincs olyan sok nekem. A legeslegelső, hát majdnem a legelső lovom a játékban az ő volt. És imádom. Nagyon cukika, nagyon menő, nagyon tetszenek. Hát itt van egy-kettő, ami nincsen meg, de
ő most nagyon megtetszett nekem, úgyhogy őt lehet, hogy magammal viszem, mert ugye régen 949 SC-be kerültek, most 475, úgyhogy eléggé megéri. Azt hiszem a sörényét, azt lehet sörényi a sörényét. Wow, erre nem számítottam. Azt hittem, hogy egy sajörnek nem lehet cserélni, de nem fogom szegénynek cserélni. Úgyhogy őt most magammal is viszem, és már tudom, hogy milyen nevet adok neki. Big Boy, mert az előbb megnéztem, és nincsen még ilyen nevű lovam, pedig tisztára azt hittem, hogy van. Úgyhogy ő lesz Big Boy. Maradhat csődör, és mondjuk legyen idősebb, mert azért ők már elég régóta benne vannak a játékban. Úgyhogy meg is vettem. De hát itt az animáció az kicsit érdekes. Na nem baj. Nos, akkor most következik egy izgalmas rész, amikor is el fogunk menni szépségszalonokba, és nézelődünk hajak és sminkek terén, ugyanis hát elég régóta. Csak pár sminkem van igazából. Sminkeket azt egyáltalán nem nézegettem régen sem. Hajakat is nagyon régen vettem utoljára, úgyhogy megnézem, hogy most mi a kínálat, meg hát ezek az új animált hajak, úgymond. Hát kíváncsi vagyok rájuk, hogy hogy állnak a karakteremnek, meg nem is annyira ismerem fel igazából a régieket. Úgyhogy nézzünk sminket. Wow, mennyi van azt a... Ja igen, hát már ilyesből is lehet venni ezek szerint sminket. Ez nagyon aranyos. Ez a lila kicsit úgy néz ki, mint hogyha bevertek volna neki, viszont tetszik, úgyhogy hát nem tudom, hogy IS-ből vagy SC-ből vagyam, inkább most SC-ből veszem meg. Mindent elrakok a raktárba. Ez a kék se rossz egyébként, de szerintem, hát igazából valami kék szethez biztos fel tudom venni, úgyhogy 20 SC-t megér. Többi az nagyon jött be. Na nézzük a fodrászt. Húha, hát látom, itt ilyen rövid hajak vannak. Ez olyan rossz egyébként, hogy hátulról nincsen kameranézet. Ez mindig zavart engem, mert én igazából úgy döntöttem el legtöbbször, hogy milyen hajat vegyek. Ezek egészen nagyosan lettek meganimálva, úgyhogy tetszenek egyébként, de én nem nagyon hordanék szerintem ilyen hajat. Hát nem tudom. Ez a szőke, ez valami. Wow. Ez most hirtelen nem tudom. Na ez az, amit nagyon utálok. Ez nekem nagyon nem tetszik, és szerintem borzasztóan néz ki. Ez az új animálás szempontjából. Viszont ez egész aranyos, és ezek nagyon menők. Ez most hirtelen nem tudom, hogy melyik haj a régiek közül, viszont ebből megeszem a feketét. Illetve a szőkét is. A többit egyelőre nem, de nagyon menő, szóval nagyon tetszenek. Na jó, akkor megyünk tovább. Most meg is érkeztünk ide a halászfaluba. Itt a két fodrászat az egy nagyon népszerű hely volt régen, szerintem ide elég sokan jártak venni hajakat, mert itt nagyon menő hajak voltak, meg minden. Viszont ha jól emlékszek, akkor egy idő után már ugyanaz lett a kínálat, úgyhogy most meg fogjuk majd nézni, viszont nekem úgy él az emlékeimben, hogy átmentem néha oda is, meg ide is, és igazából ugyanaz volt a kínálat. Úgyhogy kezdjük a sminkekkel. A sminkekkel ugyanazok vannak mindenhol. Jó, hajakból nem ugyanaz, de
Egy kicsit meglepődtem. Szóval sminkek azok szerintem ugyanaz, mint a szilágraidban. Nem? Hát jó. Ez amúgy aranyos. Na jó, akkor hagyjuk a sminkeket, azt majd mi megnézzük máshol is. A hajakra vagyok kíváncsi igazából. Ezek ugyanazok. Húha, oké. Okay. Na ez az, ami nem volt eddig máshol. Viszont ezek nagyon menők szerintem. Ez a rasta haj, ez nekem amúgy tetszik, szóval... Hát, beszerzek egy feketét belőle. Aztán majd meglátjuk, hogy fogom-e használni. Végül is... nem tudom igazából megmondani, tehát, hogy... nem látom hátborul, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy most mi újság van. Na mindegy. Itt van pár, ami volt az előzőben is. Na ez aranyos, tehát ez a befont haj, ami most rajta van, ez nekem nagyon bejön. Ezek voltak a másikba is. Oké, okay, szerintem mindent végignéztünk. Legalábbis ami engem érdekelt, azt megnéztem. Erre kíváncsi vagyok, hogy ez hogy néz ki kobak alatt. De mindegy, nem fogom megvásárolni, mert nem hordanám. Úgyhogy... robogjunk át itt a másikhoz. Júj, na ezt a boltot, ezt meg akarom nézni, tehát, hogy... az emlékek. Itt ilyen... mindig ilyen boltokba vásároltuk a kis masnikot, meg az invédőket, de jó. Jó, hát erre a lóra nem tudok felrakni, úgyhogy... Szóval most hanyagoljuk, viszont az emlékek miatt ez nagyon menő. Gyors begyűjtöm a virágokat, aztán kíváncsi vagyok, hogy akkor most itt is ugyanazok lesznek el. Mert akkor nem értem, hogy miért van még mindig kettő darab fodrászat. Igen. Hát itt is azok vannak. Hát jó. Akkor gondolom sminkből is. Persze. Ugyanazok vannak. Oké, okay, hát akkor átmegyünk valahol máshova. Na, eljöttünk Dundulba. Vagy Dandul, vagy Dandal, nem tudom. Mindenki máshogy ejtette, amikor bejött. Azóta nem is hallottam, úgyhogy nem tudom, hogy ki hogy ejti. Mindegy. A lényeg, hogy itt van egy fodrászat. Arra emlékszek, hogy én itt szerintem nem nagyon vásároltam hajat, mert azok nem tetszettek nekem. Viszont ki tudja most az új animációkkal mi újság van? Na, itt vannak új hajak. Ja igen, ezt a pici befontot, ezt vásároltam egyet-kettőt talán. Viszont... nem tudom. Hát... jóik, tehát 120 SC itt egy haj. Most nem azt mondom, hogy sajnálom rá, de... hát innen lehet, hogy nem fog valami jönni haj. A sminket még megnézem. Na, itt vannak azért új sminkek. Hát... ez cuki, ezt megveszem, ezt tetszik. Viszont... hát... Itt nem nagyon fogok szerintem vásárolni. Úgyhogy szerintem. Most átmegyek Fear Group-ba. Na, ide is röppentünk, úgyhogy nézzük, miben élünk. Nagyon kíváncsi vagyok. Maradt még hátra nekünk Jellaheimbe, illetve Pintában is fodrászunk, úgyhogy meglátjuk. Smink. Hát itt nincs smink, vagy már megvannak, nem tudom. Wow. Hát én ilyen hajakat nem fogok hordani.
Ez aranyos egyébként. Ez azt hiszem volt most valamelyik másikban is. Hát... hát innen nem nagyon fogok venni semmit, de... Úgyhogy ez offos. Na hát én nagyon sokszor jártam ide ebbe a fadrászatba, mindig innen volt hajam. Viszont emlékszem, hogy mindig nagyon drága volt, szóval igazából azért hát szerettem ezt, de nem tudtam mindent megvenni, amit szeretnék. Ami most nézem, hogy itt a drága fodrászunknak még a régi animációja van, tök aranyos. Na. Sminke... jó. Tehát, hogy sminkek... hát... ez tetszik nekem, de talán mint hogyha már lett volna ez az valamelyik boltban. Na mindegy. Fodrász! Nézzük azt, amilyen színesek itt a dolgok. Húha. Ez nagyon aranyos, de én nem tudok elképzelni a karakteremen rövid haját, úgyhogy ez... wow, fel van nyíró, ez nagyon menő. Hát, nem tudom. Tetszik nagyon egyébként. Jól van megcsinálva, de én ezt nem tudnám hordani. Wow, itt vannak még ez színes rasta hajaink. Hát, ez nagyon durva. Uha, ezek nagyon jól vannak megcsinálva. Ez a gondor, ez nagyon tetszik, de szerintem van egyébként otthon nekem belőle. Jó, ezeket szerettem, de ez... ja, valószínűleg még akkor volt ilyen hajam, amikor még nem maradt meg nem maradt meg. Mert ugye régen úgy volt, hogy vettél egy hajat, aztán megvetted, de most meg már ugye el lehet tárolni őket. Hát... ezt megveszem. Már csak a nosztalgia kedvéért is. Wow! Na hát ez tetszik egyébként. Már csak a színállása miatt is, mert a hajam élőben is hasonló színű egyébként. Hú, hát jó, ezt megveszem, de egyébként szerintem most tudok venni ilyesből is, úgyhogy ezt most ilyesből megvettem. Na jó van. Akkor azt hiszem még itt van egy jarlábam. Hát, ha nem ugyanaz van benne. Meglátjuk. Na most sminkek itt sincsenek. Ja nem, az nem ebből volt, akkor jó. Aha, itt vannak újak. Rövid hajat annyira nem szeretnék. Jó, ez nagyon jól néz ki egyébként. Nagyon aranyos, de nem tudnám felvenni szerintem semmilyen szethez, úgyhogy... hát azt most ott hagyom. Na jó van, hát akkor itt nem, viszont még vagyunk Pintába, úgyhogy most elcsúszunk oda. Most megérkeztünk körülbelül az utolsó ilyen helyszínünkre. Úgyhogy kíváncsi vagyok. Nézzük a sminkeket. Na, hát azért ezek közül, vagy lehet, hogy az összes volt már más boltokban. Hát, tehát most ez mi? Nem nagyon látok különbséget, úgyhogy
Na mindegy. Akkor én nem most sminket, azt nem fogunk venni. Viszont... itt van végre hátsó nézet, de jó, úristen. Szupi! Akkor... van itt egy haj, amit én keresek. Aha, na ezeket keresem. Jaj, de jók! Na, akkor ez a fekete, ez jön velem. Ez a barna is. Hát a szőke az lehet, hogy nem. Egyelőre ennyi. Ezek voltak talán másikban is. Na mindegy. Igen, szóval tulajdonképpen ezeket a hajakat kerestem. Úgyhogy meg is vagyunk a hajakkal. Még ide berohanok ebbe az üzletbe, mert eléggé kíváncsi vagyok, hogy még mindig olyan nem, mint régen. De arról nyújtok itt a cicák. A polcon is ül egy. Aha, hát most már ilyen új állatokat lehet itt kapni. Hát ez a táska, ez haláli. Na mindegy, hát azért körülbelül majdnem egy rigebilló ára egy kis állat, úgyhogy azt nem fogok venni. Igen. Nos, megérkeztünk az utolsó szekcióba, amikor is szetteket fogok venni, úgyhogy nézzétek, ahogy keresek új szetteket a globálban. Azt a tehát, hogy egy kevés szett van itt, és lehet, hogy gyorsan váltok egy lovat, mert rá nem tudok tenni invédőkhez. Igen, úgyhogy akkor kezdek is egy lováltással. Aztán akkor az istállóba is tudunk vásárolgatni. Most át is pattantam itt egy belgára, úgyhogy hát nézzük, hogy mink van. Dripping lights, paint the skies.
Na, hát megvásárolgattam néhány szettet, annyira sokat nem, de most ezeket találtam, amik úgy tetszettek és jól néztek ki. Úgyhogy igen. Ennyi is lett volna a mai vásárolgatós kis videó. Hát 9-10 ezer estét költöttem igazából most el. Igen. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!